Lipót FC vendégei voltunk a hétvégén, és 2-0-ra kikapott a csapat, elvesztettük sajnos a sok hetes veretlenség is oldatunkat. Bár szerintem, véleményem szerint lehetett alakulatod volna ez másként, hiszen az első fél időben meg voltak a lehetőségeink, volt egy meg nem adott gólunk, volt néhány tiszta helyzetünk is. Laci, mit gondolsz erről a meccsről? Azt beszéltük mérkőzés előtt, hogy saját kezünkben van a sorsunk azzal kapcsolatban, hogy dobogó közelbe kerülünk, vagy eltávolodunk tőle, mert ugye azzal a csapattal játszottunk, aki a harmadik helyezett volt, volt köztünk 3 pont. Természetesen nem mentünk bele egy nyílt játékba, ez az én felelősségem, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére az első félidőben, én megnéztem a mérkőzést az első félidőt végig, több lehetőségünk volt, mint az ellenfelünknek. Lehet, hogy többet birtokolt a labdát, de ők nem vezettek így kapusra labdát, nem volt nekik olyan szituációval helyzetük, mint nekünk, ami volt, és ráadásul mi rúgtunk egy érvényes gólt, amit sajnos nem adtak meg. Tehát most így visszagondolva, ezen a mérkőzésen az első fél időbe, és ehhez még mondhatnék Balázsnak a helyzete, szöglet után az Attilának a mellé fölé fejelt helyzete, aztán volt 2 olyan, amikor nem tudtuk elindítani, például az Árdit, ugye a Hampuk Árdi nem tudta berúgni védők mögé, lehet, hogy kapusra megy belőle, mert olyan szituációt annyira fent védekeztek, tehát sajnos nem tudtunk gólt rúgni, és jött a szokásos hiba, amikor már az első fél idő vége fele jártunk, mert talán 38. perc, nem is tudom, tehát nem következett a játékukból a gól, akkor elkövettük azt a hibát, hogy rosszul helyezkedtünk a védelembe, rossz ember támadta meg a labdást, és ezáltal megnyitott egy olyan folyosót, amit bepasszoltak a szélén, beadás, az ellenoldalról nem jöttünk befele, moziztunk, nem tudom, mit csináltunk ott kint a 16-os oldalvonalánál, levette a mélységből jövő játékos a labdát, és ugye berúgt a kapunkba. A második fél időben igazából megint csak azt mondom, hogy sajnos ott már nem dolgoztunk ki annyi helyzetet, annyi lehetőséget. Egy volt, amit az AD indította a Hampukádit, amiből állítólag a kapus úgy hozzáért, hogy akár góltól mentette meg a csapatát. Azon kívül csak ilyen szituációk voltak. Viszont ők, amit rúgtak gólt, erre direkt felhívtam a figyelmet, ha indító helyzetben van egy játékos, akkor a mi védőink ne előre védekezzenek, hanem igenis akkor lépjenek hátra, ez annyi múlott, jött keresztbe az ember, Milán nem jött el vele, a két középső védő pedig ugye az Attila fölött elment a labda, gól 2-0, én úgy gondolom, hogy ott eldőlt a mérkőzés, tehát azt lehetett látni. Azt azért tudni kell, hogy én nem értek ezzel egyet ezekkel az előrehozott fordulókkal, mert mi itt hátrányban voltunk. Mondhat nekem bárki bármit, én ezt átgondoltam, tehát nekünk erre mérkőzésre lehet van a 2 hónapunk, hogy felkészüljünk. Ez sajnos nem történt meg. Most mondhatják azt, hogy ő nekik is nem csak ők összehoztak egy csapatot augusztus végén, igazoltak nem akármilyen játékosokat, ha megnézzük, akkor 100 fölötti NB1-es mérkőzés van a játékosokban, akik játszottak ellenünk, és akkor még ugye az első fordulóban nem játszottak. Mi nem tudtuk rendezni sorainkat súlyos sérülések után, műtétek után, egy kicsit ilyen szanaszét voltunk, megmondom őszintén a héten, és nem tudtuk azt a bravúrt végrehajtani, amit a Csanak ellen, de lehet, hogy az első gól kellett volna. Ádám, szeretnél valamit mondani a meccsel kapcsolatosan? Hát igazából mi is azt sajnáljuk a srácokkal, igazából a nagyobb lehetőség az első félben előttünk adott, ugye volt a Bence meg nem adott gólja, akkor volt az én helyzetem, volt ott a Bazsinak, amikor szépen befordult és a srácnak a vállára mellé pattant a labda. Igazából, amit mondott Laci bácsi, hogy birtokolták a labdát, de igazából olyan helyzeteket nem tudtak rajtunk csinálni igazából. Jó, védekeztünk, zártuk a területeket. Egy figyelmetlenség volt ott a bal oldalunkon, és meg is büntettek igazából minket. Úgyhogy ugye a meccs igazából az első fél idő alapján nekünk állt, majd a helyzetek alapján. Azokat értékesítjük legalább egyet, akkor megint más a meccsnek a kimenetele, mert hogyha mi gólt tudunk rúgni, és főleg az elsőt rúgjuk, akkor általában azokat a meccseket leszoktuk hozni. És igazából szerintem ez hiányzott most belőlünk, hogy elő nem voltunk elég élesek. Köszi. Mielőtt rátérnénk a vasárnapi Komárom elleni meccsre, vasárnap óta molyolok azon, hogy feltegyem neked ezt a kérdést, de idefele jövet gondoltam, hogy mégis mit vesztenék vele. Ugye 2 hete egy kényszerhelyzet adódott a védelemben, és a sérültek mellett a
Major Mátét is pótolni kellett, és a Gyuri mellett tetted le Hossot, aki egyébként nagyon szépen megoldott a feladatot. Na most vasárnap a Lipótnál visszaállt a világrendje, csak éppen a felállás maradt, és kívülről nekünk úgy tűnt, hogy a Máté, hát fogalmazunk így, hogy ebben a szerepkörben nem mozgott olyan otthonosan, mint a megszokott posztján. Nem gondoltál arra esetleg meccs közben, hogy visszaállítod a felállást, és akkor esetleg a Gyurinak a középpályás játékával, mert volt elég egy-két olyan megfutása, előretörése, ami esetleg a támadó játékot jobban segítette volna, vagy úgy gondolod, hogy ez alapvetően nem befolyásolta a mérkőzésnek a végkimenetelét? Alapvetően, megmondom őszintén, azért játszottam átékint, mert úgy gondoltam, hogy ugye volt egy alaptaktika, amit biztos láttatok ti is, meg érzékeltétek is, hogy a Kreszbájtnak volt egy speciális feladata. Hát nagyon sokszor kialakult az, hogy szinte három védővel játszottunk ezáltal, hogy a Bálintnak el kellett menni a legveszélyesebb játékosukkal, és azt nem akartam, hogy a Gyuri egyedül maradjon ott bent középen, mert nem biztos, hogy be tudta volna futni azokat a területeket. Természetesen volt bennem olyan, hogy visszacserélem, amikor mondjuk vezetett az ellenfél, mert a Gyuriban viszont több van előrefele. De az első fél idő alapján, amiről az előbb beszéltünk, így is kidolgoztunk olyan helyzeteket, sőt annyit, akár többet, mint mondjuk egy Videóton ellen, vagy mondjuk a Csanak ellen sem volt ennyi ilyen lehetőségünk. És abba bíztam, hogy második fél időben is lesz bennünk olyan lehetőség, olyan szituáció, ami az elsőben, és nem cseréltem. Most, hogy a Komárom ellen, hát nem tudom, itt az időjárás nagy mértékben befolyásol majd mindent. Lehet, hogy az lesz, hogy a ívelgetés lesz az egész mérkőzésen, mert nem fogunk tudni passzolni ezen a pályán. Most kimentem, megnéztem, most is mély. Most erre, hogyha még eső esik, akkor itt aztán folyamatos játék biztos, hogy nem lesz. Tehát azt fogja eldönteni egyáltalán, hogy mennyi kapu előtti szituáció lesz, és azokat hogy tudjuk megoldani, mind védekezésben, mind támadásban. Azért azt tudni kell, hogy náluk van egy olyan játékos, aki eddig mind a három mérkőzésen, amikor játszottunk a Komárommal, meghatározó szerepet játszott. Ez a Kenesei Krisztián. Rápihentették, úgy nézem most, mert a harmadik kerületen egy percet se játszott. Tehát biztos vagyok benne, olyan talaj van, ahol a rögzített helyzetek döntenek, biztos vagyok benne, hogy pályára fog lépni, és nagy veszélyt fog jelenteni a kapunkra. Nekünk ezt meg kell oldani, de természetesen az, hogy a magassági fölényünket esetleg ki tudjuk-e használni, azt nem tudom, megmondom őszintén, most se tudtuk kihasználni, most is magasabb csapat voltunk, mint a Lipót, és igazából egy olyan fejes helyzetünk volt az első fél, amit sajnálok, az Attila ott teljesen üresen fejelt kapura, és nem lett belőle gól. Tehát a hétvégi mérkőzés egy ilyen talajon nem arról fog szólni, hogy ki hogy tud passzolni, hogy tud kényszerítőzni, hanem az egyéni tudás és a kapu előtti határozottság fog dönteni. De természetesen gondolkodom azon, hogy a Gyuri és a Máté szerepe milyen lesz, meglátjuk, még ez elég hosszú idő. Köszi. Pocipán nem is kérdezem a vasárnapi meccsről, Ádám. A Komárom az a csapat, aki ellen még nem sikerült eddig a két szezon alatt nyerni. Hogy készültök erre a meccsre? Motiváció megvan, gondolom, mit vársz ettől a meccstől? Hát a motiváció bennünk van, mert ugye ott vagyunk a tabella elején. Nem szeretnénk leszakadni az előttünk lévőktől. Hát még igen, ugye van azért törleszteni valónk a Komárom felé, de hát úgy érmet mondta Laci Bályás, hogy ilyen mélytalan azért itt biztos a testelni küzdelem fog dominálni, ki jobban akkor egy csúszni, mászni kell. Mindenkinek elő kell venni az utolsó tartalékait még itt az ősz végére. Aztán remélem, hogy ebből mi fogunk jobban kijönni. Igazából tényleg itt a szerencsefaktornak is van nagyon szerepe lesz, úgyhogy megteszünk mindent, hogy itthon tartsuk a három pontot. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert hozzá. Köszönjük.